dicséretét. A média, tehát az újságírók segítségével szeretnénk a szabadkai közönségnek az őszi zsidó kulturális fesztivál 2019. évi programját bemutatni. Már egy hónapja legalább érdeklődés van e körül, ugyanis tavaly úgy döntöttünk, hogy az zsidó őszi nagyünnepek után folytatódott mindig a fesztiválunkra. Ez most egy kicsit eltolódott, egyesek már szeptemberben várták a fesztivált, de 23-án szerdán elkezdjük a fesztivált. Amit ki kell hangsúlyozni, hogy a célunk az őszi zsidó kulturális fesztivállal az, hogy megmutassuk Szabadka közönségének a város zsidó hagyományai, az aktuális zsidó kultúrát, és ezért külföldi vendégeket is igyekszünk mindig hozni a fesztiválunkra, amivel azt hiszem, hogy egy mindig sikeres alapítani, az idei évi fesztiválok is hasonló módon lesz fogadva Szabadka közönségétől. A program évről évre bővül, hivatalosan most az 5. őszi zsidó kulturális fesztiválra kerül sor, ha bár egy próba évjárat is. Október 23-án, szerdán 19 órakor előtt első ízben az úgynevezett bevezető koncertünk a fölújított szabadkai zsinagógában lesz, 19 órai kezdettel a klasszikus zene gyöngyszemeit fogják előadni. Miros Nikolics koncertmester vezénylete alatt. Az volt a célunk, hogy a zsinagógának a különleges és kitűnő akusztikáját mutassuk be a klasszikus zene gyöngyszemeink keresztül. Október 24-én csütörtökön 18 órai kezdettel Szabadka szülöttének, Eugén Webernek emlékeste lesz a szabadkai zsidó hitközség dísztermében. A rólai monográfia szerzői fognak beszélni a judaistáról, a színészről, aki sok film szerepéről ismer a jugoszlávok közönség, és nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy egy zsidó ember volt, általában német katonatiszteket játszott a filmekben. Október 26-án szombaton a 2008-as kezdettel a pozsonyi Pressburger Pressburgerben léptel. Ők Szlovákia első Pressburgerben, tehát a hagyományos közép-európai, kelet-európai zsidó népzenét játszák, de egy kis módosítással, begyűjtve a jazzzel, modern zenei irányzatokkal, és ugye mivel a Pressburgernek szerbiai tagjai vannak, balkáni zene is benne lesz a műsorukban. Több nyelven fognak énekelni, minket leginkább ugye a jiddis repertoár érdekel, de érdekes lesz, hogyha szerbül vagy angol is megszólal valamit. Október 27-én vasárnap Báne Popovics, a belgrádi zsidó hitközség tagja és nagy mesélője, a zsidó humornak szenteli az estét, szemnyelvű előadásról van szó, szintén a szabadkai zsidó hitközség nagy tervében lesz lehetőség hallani a Popovics által előadott zsidó humort. Október 28-án hétfőn a szabadkai kis- és középiskolások számára mindjárt a judaizmussal nem tudtál, foglalkozások lesznek szervezve. Ez is célunk, hogy minden korosztály, tehát nem csak a felnőtteket, hanem talán az iskolás korosztályt, a gyerekeket is megcélozzuk a zsidó kultúra elemeivel. Október 29-én, 2-19 órakor az, ami sok látogatónak, sok érdeklődőnek a fénypontját jelenti mindig az őszi fesztiválunkban, 5. ízben kerül megrendezésre az őszi zsidó kulturális fesztivál keretében belül a budapesti zsidó kántorok hagyományosnak nevezhető koncertje. Újból Nográdi Gergely főkántor és vendégei lesznek azok, akik szórakoztatnak bennünket, egy kicsit másképpen, mint eddig. Ugyanis a koncertnek két címe is van, a Múzsák neveletlen gyermekei, illetve a zsidó könyvzene legszebb melódiái, és ahogy már hallottuk, a hangsúly a helyen és a háztető műzikára lesz. Október 30-án, szerdán, a zsidó kulturális örökség bemutatása és értelmezése előadáson vehet részt Szabadka szakmai közönségére minden érdeklődő, a Városi Múzeumban, ugyanis Toronyi Zsuzsanna, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatónője fog egy előadást tartani a témában.
Ugyancsak október 30-án szerdán 18 órakor a Szabadkai Városi Múzeumban egy különleges multimediális kiállítást nyitunk meg, a Szabadkai Lea Vidákovics multimediális művésznő menető kiállításáról van szó. Nagyon személyes vonatkozása a kiállítás, ugyanis Lea nagymamájának a visszaemlékezéseit alapszik, az, amit elmesélt és amit elhallgatott az auschwitzi haláltábort túlélve. És a vége a műsorsornak október 31-én egy értetés színi előadás, szerint a színházi előadás, az ismeretlen címzett Adresszát meghozták színházi előadás, amit Stefan Szablics rendezett, és két belgrádi kimagasló színész, Márko Jakitics és Stefan Trifunovics fog fölépni a Pusztorányi Dezső színházban, fél 8-as kezdettel. Ki kell hangsúlyozni, hogy ugyanúgy, hogy évről évre a programokban szeretnénk újítani és bővíteni, ugyanis sikerül a segítőinket, a szponzorokat is bővíteni. Ki kell hangsúlyozni, hogy mindez nem lehetett volna létre a Szabadkai Zsidó Hitközség szorgalmának köszönve csak, hanem ugye mindez pénzbe kerül, és a Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetségének, Szabadka Városának, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának, az idén első ízben a Szlovák Kultuszminisztériumnak, a Városi Múzeumnak, a Havel Szibila szervezetnek, a Városi Múzeumon keresztül az Európai Uniós Együttműködés Interreg akciójának, és természetesen a Pusztorányi Dezső Színháznak, ugyanúgy, mint első évben köszönhetjük azt, hogy helyszínt, financiális lehetőséget, szervezési segítséget, illetve program lehetőséget biztosítottak mindarra, ami az Őszi Zsidó Kulturális Fesztivál 2019-ben. Viszont szervezési, technikai megoldások és biztonságok miatt a zsinagógában megrendezésre kerülő három koncertre, illetve a színi előadásra a Pusztorványi Dezső Színházban október 16-án, tehát holnaptól kezdve, egész 19-éig, délelőtt 10 és 12, illetve délután 16 és 18 óra között ingyenes belépőjeket vehetünk föl a zsinagóga főbejáratánál. Tehát újból minden rendezvényünk természetesen ingyenes. Ezzel is szeretnénk ugye segíteni, ahogy az elnök úr is mondta, a hát mondjuk egy kicsit visszafejlődésben lévő szabadkai kulturális életet. Azt hiszem, hogy az ingyenes programok az egyik megoldása, mi a magunk részéről minden évben megteszünk.